Szíved egy pecsét, örökké szívedre fordozva. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, az Úr legyen veletek. A novemberi első vasárnapi szentmisét minden hónapban tápiósági katolikus hívekért és községünk lakóiért végzem. Nem különbséget téve ilyen szempontból. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó képen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istenben, és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat kérkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mutatkással. Én vétem, én vétem, én igen nagy vétem, kérem azért a boldogságos, mindenkoros szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és kiveget testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nékünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten bárája, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket, Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen Fülség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk! Mindenható, irgalmas Isten, a Te kegyelmed műve, hogy híveid méltóképpen és tetszésed szerint szolgálnak néked, add kérünk, hogy minden akadályt legyőzve elnyerjük a megígért boldogságot, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mózes 5. könyvéből. Az ígéret földjének határán Mózes ezt a beszédet intézte a néphez. Féld az Urat, Istenedet egész életedben, tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket meghagyok neked, fiaidnak és unokáidnak is, hogy sokáig élj. Halld hát, Izrael, és legyen gondod rá, hogy teljesítsd azokat, így jól megy majd sorod, és megsokasodsz a tejjel mézzel folyó országban, amelyet az Úr, atyáid Istene ígért neked.
Halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben. Ez az Isten igéje. Szép szűz Mária, könyörög értünk. Menedékem és sziklaváram, szabadítom, te vagy Istenem. Jézus Mária, könyörögj értünk. Szent Lecke, Szent Pál apostol, tesszalonikaiakhoz írt első leveléből. 5. fejezet elejét olvasom. Testvérek, kérünk titeket, becsüljétek meg azokat, akik közöttetek, értetek fáradnak, mint előjáróik, az Úrban, vezetnek titeket, munkájuk után legyetek irántuk minél nagyobb szeretettel, éljetek velük békességben. Kérünk továbbá testvérek, fedjétek meg a nyugtalankodókat, és guzdítsátok kis hitűeket, gondozzátok a betegeket, legyetek türelemmel mindenki iránt, ügyeljetek arra, hogy a rosszért rosszal ne fizessetek. Adjatok hálát mindenért Istennek, ezt kívánja minnyájatoktól Krisztusban a mindenható. Hálásak legyetek. Ez az Isten igéje. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Jézus mondja, aki szeret engem, megfogadja szavamat. Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk. Alleluja, alleluja, alleluja. Tisztíts meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, hogy méltóképpen hirdethessem a te szent evangéliumodat. Amen. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Egy írástudó megkérdezte Jézustól, melyik az első a parancsok közül. Jézus így válaszolt. Ez az első. Halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írás tudó erre azt válaszolta, valóban jól mondtad, Mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más, és azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből, teljes erőnkből szeretni, embertársunkat úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte, nem jársz messze Isten országától, ezután több kérdés már nem mertek neki föltenni. Ezek az evangélium igéi. Amen.
Kedves testvérek! Tudatosan változtattam meg az erre a vasárnapra kiírt szent leckét egy mondat miatt. Hálásak legyetek! Van ennek a mondatnak itt községünkben egy kóvájgó más értelmezése. Ha valamit megköszöntem, szokták mondani, ne köszönje meg. Most se tudom, nem sikerült nyomára akadnom, hogy honnan eredt ez a szokás. Hát egész biztos, hogy öregapánktól, öreganyánktól valami hagyomány. Nem helyes hagyomány. Nem bántó, de nem helyén való. Emberileg is, ha valamit szolgálatot kap az ember, akkor köszönje meg. A köszönet nem a szolgálatért jár, hanem a szolgálónak, aki azt csinálta. Embertől emberig. A másik, hogy Jézus gyakorolta hálaadást. Ő adhatott, mi csak mondhatunk. És reklamálta is, amikor a 10 leprásból mind a 10-et meggyógyította, hogy csak egynek, egy idegennek jutott eszébe azt mondani, hogy köszönöm, Uram, hála Istennek. Azt mondja, hát a többi 9? No hát, szolgáljon ez az elköszönésem alkalmával szóló igehirdetés, szelíd-szolid biztatásul. Tessék rászokni, Krisztus parancsolja, ha valakinek ez mond valamit, akinek pedig engedelmet kérek, nem a Krisztus szava a leglényegesebb, hát ott az embersége parancsolja azt, hogy ha kaptál valamit, értékeljed. Mondd, hogy hála Istennek, mert ha nem mondod, hogy köszönöm, akkor nem is értékeled azt, amit kaptál. Hát, most ezen alkalommal magam is kimondom, az itt töltött 22 esztendőért hála Istennek, apróra, ő tudja, hogy miért hálálkodom, és ez az Istennek szól, és a kedves tápiósági testvéreimnek köszönet mindenért, amit a 22 év alatt itt tőletek kaptam, jó szót, támogatást, emberséget, segítséget. Elköszönök, de visszapillant az ember. 50 évvel ezelőtt, 6 perc alatt telefonon, Rákossabai káplán, az voltam, 5 évig, kapott egy fölülről jövő parancsolatot, 6 perc alatt telefonon. Emlékezetes, de nem valami kellemes 6 perces telefonbeszélgetés és parancsolat volt ez, de tudomásul vettük. Menj Tiszaújfalura falura plébánosnak. Kértem 3 nap gondolkodási időt, ez azelőtt megadatott. Most a parancsoló szó azt mondta, 10 perc múlva visszahívlak, rakd össze a holmiagyat, és húzz el Tiszaújfalura. Hát tudtam, mit jelent. De addig megnéztem a térképen, hol van, mert azt se tudtam merre. Kiskunfélegyháza, Tanyavidék. Tápiósádiak és a környékbeliek nem tudják a kiskunfélegyházi tanyavilág mit jelent. Nem baj, nem hátrány, nem előny. Én oda csöppentem, és el kellett kezdeni az első plébánosi feladataimat. Hát egy 2 hónapig forgott velem a világ, a villanyáram világából, a 11-es petróleum lámpáknak a világába csöppentem vissza, és kerestem valami egy mondatra fogalmazható jó indítást. Váci Mihály, a nyíregyházi tanyai tanító fogalmazta meg szépen, az se baj. Ahova hultam, ott eresztem gyökereimet. Ez jó lesz. Aztán még egy verse volt, az most is él bennem.
akác a forgó szélben. Ez akkor is aktuális volt, most is. Meg a másik vers, az csak akác. Kellett kapaszkodom, 6 perc alatt 7 személyes család első felelős embere lettem. Egy tanítónői okleveles öreg apáca 0 forint nyugdíjjal, egy 2 szakmunkás okleveles öreg apáca 0 forint nyugdíjjal, szakács és vízszerelő. Szakmunkás. Egy megérdemelte volna ő is a szakmunkás oklevelet, családjában örökölte a magyar paraszti ember bölcsességét, gyakorlatiasságát, és a, merem mondani, tudományát. Ő apjától, anyjától mások szakiskolába, főiskolába oktatnak hasonlót, hát magasabb szinten. Örököltem még egy Parkinson kóros, minden ízében remegő Gyuri bácsit, Pilisi Györgynek hívták. Na mindegy, 7 ültünk asztalnál, és 1000 forint fizetésem volt, ami akkor kevés volt arra, amit a boltba kellett megvenni. Cukrot, mosókort, mi egymást. Nem haltunk éhen. Minden évben 8,5 volt kukoricát kapáltunk. Az első év átlagnál nehezebb volt, aztán úgy magunkhoz tértünk. Kellett fogalmazni magamnak klerikális embernek, klérus tagjának, valami olyan egy mondatot, amiben benne van a pap is, meg az ember is, amore, more, órere, lehet vele játszani, azt jelenti, hogy szeretettel, becsülettel, szóval és tettel. Ebből egy szót kiemeltem, a szóval, az odavaló, a szószékre, nem ki. A tettel az jól működött. Akár a hívő katolikusok, akár a nem hívő tiszaújfalusi lakosok, kapálni látták a papot Pest megyei kapával, az egy másfél szer nagyobb vágó éles, mint amivel ők dolgoztak. Nem volt rossz, és hatékonyabb volt a szónál. Miért emlegetem ezt az első plébániát? Ötletesnek kellett lenni a gyömrei gyereknek, gyömrei vagyok. Apám, anyám gyári szakmunkás volt, akkor úgy mondták, munkáskáder. Nem volt hátrány, mert örököltem 4 tanyai iskolát, 1 központi iskolát. Hát nem plébános atya és tisztelendő úr volt ott a megszólításon, de azt most nem árulom el. Kellett keresni valami olyat, ami szimpatikus dolog volt. Sikerült az elkallódás elől, minden ellenkező igyekezet ellenére volt ilyen, menteni a tanyai gyerekeket. Egy leányt, akit a környezete mezőgazdasági gépszelerőnek szánt, lány, gondoltam, hogy babát válsz a nagy hasaddal, befekszel a traktor alá, hát az neked való télvíz idején? Főápolónő lett, arra rátermettsége volt a Kiskunfélegyházi kórházban. Cselezni kellett a papnak, akkor még fiatal pap. Egy másik fiú volt, szótlan tanyai gyerek, nem sokat beszéltek hozzá, hát nem tanult szóbőséget. Nem javasolták tovább tanulni, mondván, hogy kabaktök fejű gyerek menjen traktorosnak, meg gyalogmunkásnak. Én többet néztem ki ebből a fiúból. És amikor az iskola igazgató rám kérdezett, mondtam, hogy hát egy 3,84-es osztályzatú érettségi benne van ebben a srácban.
Hálás vagyok most is, megköszönte, és a Jóska érettségizett Kiskumpél egyházán 3,8-del. Aztán agrárgépészmérnöki diplomát szerzett Mezőtúron, ez a kabaktökfejű gyerek, kevesen lettem. Szarvason agrármérnöki diplomát is szerzett, második diploma. És amikor elnyerte a Kiskunfél egyházi földhivatal igazgatóságát, ez a kabaktökfejű gyerek, bocsánat, hogy ismétlem, akkor még 2 éves földmérőt, főiskolát is elvégzett. 34 év után fölhívott telefonnal, hogy köszönöm az édesanyámat, most halt meg, meghalt volna akkor, hogyha nem vagyok házsátos, és nem beszélem rá, hogy műtesse meg magát, itt életről, halálról van szó. Na hát ezért a két dologért emlegettem a volt plébániámat. Váci Mihály úgy mondja, hogy szép dolgokért élsz, érdemes élned. Egy pap, igen. Hát, fordítsuk a jelenre. Lehetett volna másképp is plébános az ember Tiszaújfalon. De hát a tanító tanította a papot, és a pap, hát ahogy mondják, volt itt tanul. Most is él bennem, tápióságon is, használni akartam, nem tündökölni. Ha bibliai fogalmat teszek ehhez, a használni akartam, nem szerszámot használni, hanem másnak a hasznára lenni, ezt jelenti, de ezt kifejezőbb, hogy szolgálni akartam, nem tündökölni. Ez él bennem most is. Jó dolog, maradandó. 1996. augusztus 6-ától most 2018. november 4-e van, 22 esztendő. Mikor ide küldtek, a jobb lábamban egy félig gyógyult mélyvénás trombózis volt, nem tudnak róla a ságiak, mert a nadrágom alatt a borogatást nem lehetett látni. Hát mondjuk úgy, hogy betegen kezdtem, de folytattam. Most 22 év után, hálásak legyetek, mondom magamnak, és mondok köszöneteket. Mindenek előtt kérek. Bocsánatot kérek a 22 év elrontott szavaiért, vagy elrontott gesztusaiért, vagy hibáimért, amivel megbántottam másokat. És én is megbocsátok, hogyha engem bántott bárki is. Valamit említek, közmondás értékű, a kisfának kicsi az árnyéka, az öreg fának nagy az árnyéka. Én tudom magamról, vén ember lettem, nekem nagyobb az árnyékom, mint a fiataloknak. El is ismerem, hát bocsássátok meg az árnyékaimat. Nem voltam tökéletes, nem mindent csináltam jól, de törekedtem azért, bocsánat, az ács szakmunkás, megváltó Jézus Krisztus mellett legalább megfontolt, betanított munkása lenni, Jézus Krisztusnak és szolgálója lenni magyar népemnek. Köszönetem nyilvánítom közvetlen munkatársaimnak a sekrestjében, a zenei szolgálattevőknek, itt egy kicsit részletezek, akár a orgona játékasztalán, akár a pengetős gitáron, mindegy, hogy 12 húros vagy kevesebb húros, akár a vonós hangszerem, akár a fúvós hangszereken. Azért említem, mert boldoggá tett ez a zene. És egy papnak is kell boldognak lenni, mert ha nincs az embernek tisztességes öröme, fog keresni magának ocsmány örömöket. De a zene az, a zene nem a zaj, a zene az tisztességes, szép örömökkel töltött meg.
több okból kifolyólag, ezt most nem sorolnám. Köszönöm a Mária Légiós Hitbuzgalmi Közösség asszony testvéreinek sok-sok munkáját, templomtakarítást, mosás, vasolást, a terítők ápolását, a virágok ápolását, és hogy mosolygósan végezték ezt a szolgálattételt. Tápióságnak a hangja elhangzott Európába a rádiós rózsafüzérek által. Nem lázítottunk, nem hadonáztunk, legfeljebb az olvasóval. Imádkozzál életünk bűnösökért. Tudtunk magyar ajkúakat magyar imádkozásra serkenteni. Köszönöm azoknak, akiket illet. Köszönöm a minisztránsok minisztrálásait, a nőtestvérek, lányok, asszonyok segítségét a templom nagytakarításában és a templomkert rendberakásában. Hálás tisztelettel emlékezem, és köszönök el a tápiósági általános iskola vezetőitől, pedagógusaitól. Emberi hangot tapasztaltam, kaptam. Tiszaújfalon más volt a hang, más volt a kotta. Tehát muzsikáltunk, kiki a maga kottájában. Itt édes és emberi volt a kotta. Köszönöm szépen. Köszönöm a kedves híveknek a támogatását, jó indulatát, mosolyait. Hát Szent Pál azt mondja, hogy sírjatok a sírókkal, örvendjetek az örvendezőkkel. Próbálgattam, talán sikerült. A nyugállományba vonulásom indoka eljutott minden alkalommal a püspökségre, hogy összeesett a papa mise alatt, elvitte a mentő, meg az is, hogy a temetőbe is egyszer-kétszer felbuktam. Tehát a mennyei, hogyha megkérdezte, hogy hívnak, mondom, Feri vagyok, azt mondja, hama van még, eredj vissza. Itt vagyok. Köszönettel tartozom és szívesen mondom a tápiósági tanács, majd később önkormányzat vezetőinek, szolgálattevőinek a megértő jó indulatért. Nagyra értékeltem a támogatásért, amikor a templom nagytatarozása volt. Itt nem kellett küszködnöm azért, mint Tiszaújfaluban, 7 évig megtorpedozták mindig 48 tanyának a villamosítását, mert a 48 tanyában benne volt a templom is. 7 év után. És akkor azt súgta nekem a Szentlélek, erezd el ezt a villanyt. Azt mertem mondani, hogy nekem egyháznak nem kell a villany. Mondanom se kell, milyen felhördülés volt, de utána húzták a villanyt a tanya iskolához és hozzánk is. Úgyhogy 1-0 javunkra. Mindenki javára. Persze az iskolának a televíziójából nem én prédikáltam, de hát ezt volt, aki nem érte föl észre, hát mit csináljunk vele. Rózsa Sándor. Zenei filmzene volt, énekelt az egész van. Most azzal fejezem be az én mondani valómat, amit a Tesszalonikai levél mindannyiunknak ajánl és kötelességévé tesz. Hála Istennek a 22 esztendő mindenért, egészségért, betegségért. Most 8-at írt fel a kedves körzeti orvosnő, magam is azt mondta, ez mind bennem van, azt mondja, aha, hát akkor túléltük. És köszönet a kedves tápiósági község vezetőinek, híveknek, munkatársaimnak. A kérésem az, hogyha elvisz az őszi szél, november végéig el kell foglalnom az idősek otthonába a helyemet. Ha eszetekbe jutok egy üdvözlégy Máriát, küldjetek utánom, igyekszem viszonozni. Most pedig átadnám a szót
Halasi Anita polgármester asszonynak. Tessék ide jönni, és hát elmondani, amit óhajt tenni, amit kíván. Ide tessék. Ennyire a mikrofontól, nem messze, közelebb jövünk. Ennyire a mikrofon, még közelebb, még közelebb, még közelebb. Így jó. Mert hát ez egy olyan öreg mikrofon. Hallgatom. Várnai Zseni, szolgálj szívem. Csak kis kitartás, biztatom magam, még futni kell, még minden messze van. Sok a dolgunk, még nem mutathatom, hogy a harcot már nem bírom nagyon. És este, ha ágyamban roskadok, érzem nagyon, nagyon fáradt vagyok. Csak kis kitartás, kicsit nehéz volt, jól tudott szívem, elkoptunk, de ne sejtse senki sem. Higgyék csak azt, az óra jól ketyeg, nem irgalmaznak ám az emberek. Csak hajtsd a vért, arcom piros legyen, frissen induljak minden reggelen. Csak én tudom, ha ágyba roskadok, estére már milyen fáradt vagyok. Szemem árkos, s ajkam szögletén, a két vonás már mély lett és kemény. Sokat sírtam, eső után a föld, ilyen barázdált, csapzott, elgyötört. De ha mosolygok, mintha nap kigyúlt, arcom hegyvölgye, lágyan kisimult. Csak este, ha ágyban roskadok, érzem megint, nagyon fáradt vagyok. Csak kis kitartás, kip-kop pontosan, holnap sikerül minden biztosan. A félúton szívem, jaj, meg ne állj, kip-kop, további síven kalapálj. A hegynek föl kicsit nehéz az út, szív kell hozzá, de aki odajut, a csillagok közt csillagként ragyog. Csak este, este oly fáradt vagyok. Sose pihentem, nem volt rá jogom. Most megállok, s felfohászkodom. Ó, Istenem, kicsit még el ne hagyj, szegény szívem, csak szaladj, szaladj. Csak kis kitartás, még egy hős iram, fussunk dalolva bátran és vigan, de este már a dal is csak dadog, altassatok el engem, csillagok. Nagyon szépen köszönöm. Gratulálok a versmondásért. Egyébként várna, hogy zene nekem is lesz. Köszönöm szépen. Tessék, ezen menni, amit mondjuk. Köszönjük szépen. Kedves Ferenc atya, tisztelt megjelentek! Mindenki számára ismeretes, hogy ez a szentmise lesz az utolsó, melyet Ferenc atya tápjóságon celebrált tényleges nyugdíjba vonulása előtt. Engedjék meg, hogy ezen alkalomból a tápjósági lakosok nevében szóljak atyához, méltassam itt létét, és mondjam el a köszönet és a búcsúzás szavait. Napra pontosan ugyan nem tudom a dátumát, de ismereteim szerint Ferenc atya 60 éve tesz eleget a papi hivatás kötelességeinek. Tápjóságon ugye tudjuk 22 éve örvendeztet meg bennünket, örökérvényű bölcsességeivel, kedvességével, magával ragadó humorával. Sokan őrizzük magunkban atyával folytatott beszélgetések emlékeit, hisz sokunkat segített át a nehézségeken, jó tanácsaival, és bíztató vagy éppen vigasztaló szavai szinte mindannyiunknak a fülünkben csengenek. Többször volt alkalmam olyanokkal beszélgetni, akik először hallották atyát misézni, vagy első alkalommal váltottak vele néhány szót. Mindannyiukat az ragadta meg atyában, hogy annyira nyílt, annyira közvetlen, és annyira világi is egyben. Ferenc atya azon túl, hogy prédikációi által igyekezett híveinek igaz tanítást, útmutatást nyújtani, példamutatóan a közösségi élet aktív részese is volt.
Nem múlt el úgy falunap, állami ünnepség, rendezvény, ahol ne képviselte volna az egyházat, és jelenlétével ne sugallta volna azt, hogy a hit mennyire nélkülözhetetlen az életünkben. A Tápjóságért Alapítvány kuratóriumának tagjaként is működik, illetve a polgármesteri hivatal szociális témában rendezett fórumain is mindig kötelességtudóan részt vesz. Gondolataival, meglátásaival ezek munkáját is mindig segítette. Mind a szentmisék, mind a magánbeszélgetések alkalmával módunkban állt megismerni Ferenc atya múltját, életének jelentősebb eseményeit, történéseit. Mindannyiunkat csodával tölt el a mai napig a vitalitása, fáradhatatlansága és örök optimizmusa. Kedves atya, van egy közhelyes gondolat, mely szerint egy búcsúzásban az az egyetlen szép dolog, hogy van kitől elbúcsúzni. Mert ha van kitől elbúcsúzni, az azt jelenti, hogy a Jóisten küldött az utunkba valakit, akivel az együtt eltöltött idő felejthetetlen volt, tartalmas és szép emlékeket teremtett. Atya tanításai során sokszor elhangzott, hogy csak kérjünk a Jóistentől, hanem mindig köszönjük is meg, amit adott. És most nem beszéltük össze, hogy mit fogunk mondani, de atya is ugyanezt mondta el. Következésképpen most a tanítás szerint hálát kell adnunk az ígieknek, hogy atyának és a tápjóságiaknak megadatott 22 együtt eltöltött év, amiért most van lehetőségünk köszönetet mondani. És na, ha most véget ér valami, ami miatt most ugyan szomorúak vagyunk, de a hit tanításai szerint ez szomorúságért, és ugyanúgy hálával és köszönettel tartozunk, ahogy atyának is oly sokan tartozunk sok mindenért. Elsősorban azért, mert mindig mindannyiunkhoz volt egy jó szava, s földön túli módon valahogy mindig ráérzett a lelkünk bánatára, és mindig megtalálta azokat a szavakat, amelyek ott, akkor, abban a pillanatban kellettek nekünk ahhoz, hogy megtaláljuk magunkban a válaszokat. Atya az elmúlt 22 évével örökre beírta magát a kisfalu történelmébe, és bízunk benne, hogy tápjóság és a tápjósági hívek is beírták magukat Ferenc atya szívébe. Köszönjük bölcsességét, tanításait, és azt a huncut félmosolyt, ami olykor megjelent az arcán élesztetvén, hogy példás pap mi volt a mellett, annyira nagyon igaz lelkű érző ember. Köszönjük, hogy kivételesnek érezhettük magunkat, mert Sági öreg pap csak egy van, és ez a miénk. Imádkozni fogunk önért, ahogy reméljük ön is értünk, és a legfőbbképp azért, hogy tudjon olvasni, ahogy ezt tegnap este kérte a hívektől. Tanításainak hiszed is lényege volt, hogy legyünk nyitottak a világra, és szívjuk magunkba a tudást, mert így többek leszünk, és értékesebbek, nem különben érdemesebbek. Hatalmas lexikális tudása, történelmi ismeretei mindenki csodálattal töltenek el, és bízunk benne, hogy a jövőben rengeteg ideje lesz atyának, a kedves szenvedélyének az olvasásnak hódolni. Visszatérve a búcsúra. Odaadásáért járó hálára nagyon nincsenek szavak, így ajándékokkal készültünk. Bízva benne, hogy általuk atya érezni fogja, hogy mi milyen érzésekkel hordozunk magunkkal atyával kapcsolatban. Első körben Tóth Néónodi Nórát kérném, hogy ossza meg velünk az általa kiválasztott ajándékból szánt verset. Sík Sándor, jó nekem, Uram! Jó nekem, Uram, havas, téli tájon. Jó nekem, hogy a szívem vérig fájjon. Jó én nekem, vadon, egyedül lennem, hogy a lélek búkba nyögjön bennem. Jó nekem, hogy kezed kitapogatta, hol roskad a szív legjobban alatta. Hol a legfájóbb, legjobban hol reszket, s oda csókoltad lángoló kereszted. Jó nekem, hogy a kezed rám nyújtottad, megragadtál szegény ügyefogyottat, és egy rántásra minden gyökerestől kiszakítottál én drága földemből. Jaj, hogy ropogott a szegény gyökérzet, minden kis ér
vörös patakban vérzett. A tépett test hogy remegett kezedben? Sok hosszú éjjel zokogott imettem. De te, uram, a jajra nem hallgattál. Kitépve, csonkán, addig rázogattál, amíg lepergett száramról remegve a legutolsó kis homok szemecske. És most, uram, itt fekszem kezedben. Tépettem, árván, fájón, megepettem. Alázatosan hajlott homlokommal, egyes-egyedül te veled, urammal. De jó nekem a te kezedbe esnem. Soha ne engedj más helyet keresnem. Most, uram, nincsen semmi másom. Látod? Jöjj, melengest föl, halvány kis virágot. Köszönöm szépen. Most pedig Bekecs Józsefet kérném meg, hogy a hívek által készített ajándékot adja el. Mondsz, hogy ezt tetsz, rátadnám. És most egy néhány szó engedtessék meg nekem. Köszönöm szépen. Ide bele. Hallani fogják. Igyekszem olyan hangszínben és olyan hangerővel beszélni, hogy hallják, de talán így személyesebb, hogyha szembe fordulok. Kedves Ferenc atya, azt hiszem egy elnézéssel kell kezdenem az elkövetkezendő 2 perccel kapcsolatban. Azon gondolkodtam, hogy hogyan szólítsalak meg. És ha a mindennapi kenyerünket úgy kérjük, hogy add meg Uram, akkor talán megengedhetik nekem az elkövetkezendő 2 perc, ez a kissé tegező forma, ha néha megbotlik a nyelvem. Köszönetet mondok és elköszönök. Pontosabban köszönök, mert az elköszönök az olyan befejezetnek tűnik. Azoknak a nevében, akiknek meséltél apró csodákról. Klára asszony csodájáról a Mátrában, Batthyány Stratmann László csodájáról, és egy apró saját csodáról, ami a papi hivatás felé vezetett. Köszönetet mondok azért, hogy velünk voltál, hogy alázattal szolgáltál. Kiszolgáltattad a szentségeket, a keresztségét, a kenetet, a betegek kenetét. Azért, hogy gyermekeinket oktattad és tanítottad. Köszönet azért, hogy szítottad bennünk a szikrát, mely ha lángá válik, akkor rájövünk arra, hogy nem lehet meg ember Isten nélkül, és ha ember nem lehet meg, akkor egy nemzet sem lehet meg. Végezetül a köszönetet és a hálát, azt nem lehet igazán szavakban önteni, az itt él a szívünkben, mint ahogyan te is itt éltél és élsz majd a jövendőben is. Isten áldását kérem rád, imádkozz érettünk és igyekszünk majd mi is. Imádkozom, ez lesz a dolgom. A munkálkodóból a háttérimádkozók közé soroltat, és próbálok eleget tenni. Köszönöm a hívek kedves ajándékát. Most pedig Tóth Györgyöt kérném meg, hogy a Tápjósági Önkormányzat és a Tápjóságért Alapítvány nevében egy festményt ajándékozzon atyám, amely a tápjósági templomot ábrázolja, kivételesen december habánban, amikor is atya született. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen az alapítvány nevében és az önkormányzat nevében azt a csodálatos
tevékenységet és munkát, amit itt elvégzett ebben a községben. Még a nyugdíjasoknak kirót támogatási összegről a Kalasi Katikának mondtam, hogy az alapítvány jegyezzék be. Köszönöm szépen. Köszönöm szép üzenet. És még egy dolog, december 15-én, 15 órakor lesz a tájházavató, és arra is szeretettel. Köszönöm, most nem tudok ígérni, mert átláthatatlan. Annyit tudok, hol kell mennem, és hogy mi lesz ott a sorsom. De ha lehet, akkor igyekszem. Nagyon megköszönöm. Még egyszer. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csak a köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig lassan az utolsó ajándékunkhoz érkezünk, amit viszont nem most fogunk odaadni, hanem majd megkérem a jelenlévőket, hogy a szentmise végeztével, aki teheti, jöjjön el velünk ide kisétálni a templomtérre, mert hogy ott a templomtéren erőltetésre került egy fa, melynek neve az életfája, Ginkgo biloba. És a fa Ferenc atya tiszteletére és a távjóságon töltött évek emlékére ültettetett. A fa előtt álló emléktábla, emlékplakett leleplesztével szeretnénk a távjóságiak részére azt az emléket átadni, atyának pedig akkor egy ezt jelképező kitűzőt és egy másik táblácskát szeretnénk odaadni, amit újfent csak el tud vinni magával és emlékezni tud ránk. Köszönöm szépen! Gyógynövény a ginkgo biloba. Fenyők fajtájából egy itt maradt jégkorszak előtti fenyőtéleség. Volt benne szerencsém megismerhetni közelre. Köszönöm szépen! Hiszek egyen, folytassuk a szentmisét. Non-profit szolgálatban OK is szakma tanító mozgalmat, illetve tevékenységet kezdett. Lehet ott válogatni, ki milyen szakmát óhaj tanulni. Van ott információs közlemény. Tessék megnézni azt a két plakátot. Az egyik agrár, a másik pedagógiai szakmákban OK is oktatást vállaltak, és engedélyt is kaptak a oktatás végzésére. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűnei, boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus az Isten báránya. Uram, ne vagy legyen, méltó, hogy hajlék, hova jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megújul az életem.
Az Úr legyen veletek, és a titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Isten vége. Igen, kérem. Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Rádói Ferenc tápjósági plébános szolgálatának tiszteletére ültette, valamennyi lakos nevében Tápjóság Község Önkormányzat és a Tápjóságért Alapítvány. Tápjóság 2018. november 4-e. Hálás köszönetem. Nórát kérem meg egy. Mi is vászol. Mécs László, vadózva rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Május, rózsálló reggel, remény, ígéret, harmad. S még lakomákon dőzsöl ki milliókat öl, vadózva rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Ott maradni a harcban, testvére szánalomból a szívem rádorol. Mikor fárad a kép, én lelket oltok, az evangélium. Az az egyetlen tartalma, mitől kobzomlóságot zenéjű verset költ. Ami több, mint az ész, hogy szebb legyen. Csak a szeretet kép, csak a szeretet képes, amire semmi más, hogy elveszhetett az érzet, de élni fog a világ. Az, hogy életét adja ellenségeiért, vérét omlani hagyja. Ki hallott még? Mindig sugod, hogy küzdjél, látod, érdemes van. Többet adott a hűség, mint a pillanatok. Tűzben iszani szeretet visz, hogy oda.